Nem tudom, hogy ez a videó milyen sokáig lesz fent az interneten, mert olyan a tartalma, aminek bizonyos körök nem örülnek. Van nekem egy munkatársam, úgy hívják, hogy Seres István, Szegeden él, és legalább annyira ért a ganaterápiához, mint én, ha nem jobban. És ő mesélte ezt a történetet, hogy egy fiatal lánynak az édesanyja beszélt vele. És elmondta, hogy a lányát hazaadták a kórházból, 5 különböző szervében van áttétes daganat. Hát, tudjuk, hogy miért adták haza. És a Pisti ajánlotta neki a GL port, amiből naponta legalább 2 ilyen kanálkával, de inkább 3-mal jó volna, hogyha a lány beszedne. Végül is a szülők úgy döntöttek, hogy elhiszik azt, hogy ez jó, és olyan másfél hónapja szedi ez a fiatal lány ezeket a, pontosabban ez a por, a GL port. És képzeld el, hogy a daganatai közül 2 kisebb teljesen összehúzódott. Egyre jobban érzi magát, egyre nagyobbakat tud sétálni az udvaron, meg az utcán. És ez másfél hónap eredménye, és mindössze napi 2 ilyen kis kanálka. Képzeld el, hogyha 3-at vagy 4-et szedne belőle, de ez nyilván csak pénzkérdés. Tehát, hogy akkor milyen jó állapotban lehetne. És nyilván nem tudom még, hogy mi lesz a vége. Pisti azt mondta, hogy ő ezt még így nem is posztolná. De én meg azt mondom, hogy ez egy nagyon jó hír. Ez nagyon sok embernek visszaadhatja a reményt arra, hogy van remény, van módszer arra, hogy még egy ilyen súlyos állapotból is, amikor már hazavarnak meghalni, még akkor is tudunk segíteni.